Szadán október 1-én adták át a felújított iskolaudvart, és november 3-ára tervezik az új óvoda avatását. Magyaródon az aranycsapat tagjáról Grosics Gyuláról nevezték el a 2010-ben átadott sportcsarnokot. Galgahévízen a 80 éves sportklub megújult sportöltözőjét október 5-én vették át a településen élők. Magyaród új egészségházat épít, az alapkőletételre október 8-án került sor, az épület átadását 2016-ra tervezik. A Lelkipásztor címmel jelent meg könyv a 10 éve elhunyt galgahévízi plébánosról, Nagy Árpád atyáról. Szada szeptember utolsó hétvégéjén nagyszabású szüreti fesztivált és felvonulást tartott.